édes fiam! Szeretném köszönteni közelgő holnapi 90. születésnapja alkalmából. Én mindig biztam benne, hogy én még polgármester leszek töttösen, és tudok köszönteni. Hát ennek is eljött az ideje. Ezt a csokorvirágot, ezt az önkormányzat nevébe szeretném átadni, és az Orbán Viktor oklevelét pedig külön adnám oda, ami valahol itt van mellettem, egy szép zöld. Tartóba. És ezt a héten kaptuk meg postán, és ezért szerettük volna ezt megragadni, ezt az ünnepélyes alkalmat. Az ünnepélyes alkalom abból a szempontból is kiemelkedő mai napon, hogy 5 évvel ezelőtt államtitkár úr akkor járt itt Csikós Töttösön, amikor nagyanyám volt 90 éves, és őt is köszöntötte, és államtitkár úr ma is eljött velünk, aki szeretne téged köszönteni. Csókolom. Ezt a meglepetés! Sok szeretettel gratulálok, bár előre gratulálunk, de holnap lesz a születésnap, és ehhez fogadja ezt a szép csokorvirágot. Nagyon szépen köszönöm. Ezt a meglepetést. Jó egészséget kívánok. Gerencsér Mihályné a falu katonénie több generációval él közösen. Ma is aktív, rendszeresen boltba jár, teszi a dolgát a ház körül. Kisgyermekként sokat dolgozott a szülei mellett a földeken. Azt mondja, a mai gyerekek nem is tudják, milyen szabadságban élnek. A gyerekkorom az olyan volt, hogy hát minden. Csikostöttösen akkor még nem volt ilyen szép világ, mint most van. Úgyhogy akkor még a utca másik felén, a falu másik felén laktunk, és olyan volt, mint a szegényeknek. Mindenki csinálta a dolgát, teszegette. Mi meg gyerekek, hát el voltunk, de mi azért be voltunk fogva, mert mindent kellett csinálnunk, úgyhogy mi mentünk buzakalás szedni, meg mindent, úgyhogy nem úgy, mint mostani gyerekek, ezek mostani szabadok. De mi nagyon sokat mentünk, nagyon sokat. Mindent megcsináltunk, libát őriztünk, kocsát őriztünk, mindenfélét, hogy amit ránk bíztak a szülők. Úgyhogy ez volt a gyerekkorunk. Pintér Szilárd polgármester azt mondta, számára nagyon fontos volt, hogy a településen élő generációk kapcsolatot tartsanak egymással, és közösséget formáljanak. Hogy ez mennyire sikeres, jelzi, hogy 2013-ban az önkormányzat megkapta az idős barát önkormányzat díjat. 1998-ban, amikor polgármester nem Csikostöttösön, nem voltak igazán közösségi tereink. Nyilván azt gondoltam, hogy 2000-ben az első közlétre hoztuk egy faluházat, amely alapvetően megteremtette annak a feltételét, hogy bizonyos közösségek bizonyos időközönként szokjanak, tudjanak találkozni. Ennek a találkozó helynek az igénybevételére már gyakorlatilag 28 éve folyamatosan sor kerül. Két hetente a település nyugdíjasai találkoznak itt egymással. Nyilván megtartják születésnapjaikat, névnapjaikat, első fél éves, második fél éves csoportokban álltak össze, és nyilván így van értelme. 40-50 ember látogatja ezt a nyugdíjas klubot. Nyilván ez azt gondolom, hogy öröm egy településvezető számára. Ezen kívül az idősekkel megpróbálunk olyan értelmes rendezvényeket hozni és szervezni a faluba, ahol ők jól érzik magukat, de igazán azokat a rendezvényeket szeretem, amikor a legkisebbtől a legnagyobb öregebbik, mindenki jól érzi magát. Oké, szeretnék még egyszer gratulálni. Nagyon szépen köszönöm. Úgy, ahogy az előbb megbeszéltük államtitkáról, hogy jövünk a 100. Katonini a gyertyafújás után azt mondta, biztos nem mondja el, mi a kívánsága, mert az akkor nem teljesül. Pedig ő nagyon szeretné, ha megvalósulna.